tisztelettel köszöntöm Önöket. Egymástól kérdezgettük, hogy mindig ilyen székek voltak, és hogy mindig ennyire világított ez a nem tudom mi, de ez borzalmas erős. És végig ilyen jól fogunk beszélgetni ilyen fontos témákról. Így van. Úgyhogy akkor be is mutatom a beszélgető társaimat, Karafiát, Orsolyát. Jó estét kívánok! Csintalan Sándort. Jó korom. Dévényi Istvánt. És Konok Pétert. Jó esélyt kívánok. Annyit szeretnék előjáróba elmondani, az őt alatt láttam a kommenteket. Tehát ez itt nem Csintalan Sándor a pólómon születésnapján, hanem Colin Robinson energiavámpír. Hát a nagy különbséget nem érzek. Soványabb. És a Sanyi nem is szemüveges. Nem tudom, látták-e azt a képet, ahogy Orbán Viktor és Putyin elnök úr ülnek egy valami egészen elképesztő nagy asztalnál. Hajó alakú asztal, ugye a vikingek ekkor a hajóval simán átszelték az óceánt, és ami azt már az eleve az ember elgondolkodott azon, hogy minek ekkor asztal, a két tolmáccsal is csak ordítva lehetett beszélgetni, és utána aztán közé tettek egy csomó képet, hogy hát Putyin elnök úr azért nem mindenkivel tartja ekkora nagyra a távolságot. Úgyhogy én most már nem is tudom, hova tenni ezt a dolgot, hogy ők most akkor jóban vannak, vagy nincsenek jól, mert ha az asztalt nézzük, akkor nagyon nincsenek jól. Én egy mondatot mondanék csak az elején. Én ezt szörnyűnek tartottam, hogy ez ma az indító téma, vagy hogy ez egyáltalán ekkora téma lehet. És teljesen ilyen terelésnek, és egy olyan lényegtelen pontnak, amin rugózunk, de ennek tényleg nincs jelentősége. Tehát komoly elemzők elemezték ezt az asztalt, meg komoly cikkek születtek arról, hogy bezzeg Putyin mondjuk Kirill pátriarkát így a keblére ölelte, másokat agyoncsókolt, a harmadiknak nem szállt ki a szájából, vagy mit tudom én honnan, és hogy akkor ez micsoda, hogy szegény Viktorunk meg az asztal túloldalán, de ez szerintem egyáltalán nem egy lényeges... De nem biztos, Orsi, nem biztos, hogy nem arról van ez szó, ugye a diplomáciának nagyon árnyalt a nyelvezete. Tehát mindenféle aprósággal is üzenni lehet. És ugye én szerintem ez azért érdekes például, én bevettem volna, azért érdemes, mert elképzelhető, hogy ez egyfajta üzenet. Tehát ez nekem tetszett, ez a mindenféle aprósággal is lehet. És akkor itt volt egy ilyen hajónagyságú asztalka. De miért kéne egy Putyinnak egy ilyen fantasztikus embernek, férfinak, vagy akármilyennek, egy világbirodalom vezetőjének egyáltalán jeleket tennie, vagy üzengetnie ilyen gesztusokkal, akár Orbánnak, akár a magyaroknak. Tehát ennyerővel az egész találkozónak semmi értelme, és csak mi találjuk ki, minthogyha ez egy olyan nagyon-nagyon fontos dolog lenne, egyáltalán nem az. Orbán Putyinhoz képest mondjuk ott van, hogyha Putyin meg itt van, egyáltalán nem kell ilyen rafinált dolgokat feltételezni, hogy egyáltalán fú, akkor ezt kitalálják, és diplomáciailag így bántják meg szegény miniszterelnök úrunkat. Pedig ezt kitalálják. Tehát az a vicc, hogy ennek egy nagyon-nagyon szigorúan előre eltervezett menetrendje, játékrendje van, az, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 16. Lajos korabeli filmből leselejtezett kellék mögé ültették őket, amiben legfeljebb ukrán mafiózókat szoktak temetni. Ennek is üzenete van. Pont ez az, és szerintem mondta egy nagyon fontos dolgot, az, hogy mintha mi találnánk ki az egészet, és mintha az egésznek nem lenne semmi jelentése. Ezek a jelentései, tehát ez nem a magyaroknak szól elsődlegesen, nem a Orbánnak szól elsődlegesen, hanem ez egy gesztus, valamit mutat. Szerintem egyébként olyan szempontból egy kicsit félreértve van, hogy a távolságot hangsúlyozták. Itt a nagyság volt a lényeg. Tehát szerintem az üzenet, ha úgy vesszük, akkor a Putyin féle diplomácia üzenet, akkor sokkal inkább az, hogy Orbán milyen megbecsült szereplő ebben az egész történetben. Még hogyha egyébként tudjuk is, hogy ő alapvetően a Putyin rigója, és magát viszont turulnak tartja. Ezek a dolgok, ezek a jelek, ezek az utalások, ezek a gesztusok egyébként mindig is a diplomáciában úgy volt, még akkor is, hogy úgy baltával szabják, mint mifelénk, vagy mint egyébként az oroszok, bár az oroszok ebben jobban játszanak. Ezeknek sokkal több jelentésük van. Én meg vagyok győződve róla, hogy azért volt 5 órás hosszú tárgyalás, nem azért, mert olyan rengeteg mindent meg kellett beszélni. Meg kellett beszélni, azt az Orbánék már tudták, azt már előre megbeszélték tulajdonképpen, ezeknek ilyen jelentősége nincs. Az is egy üzenet. Lehet, hogy tényleg malmoztak, vagy nem tudom, valami számítógépes játékot játszottak, vodkáztak, tök mindegy, megnéztek egy jó filmet. Ezek mind maga az aktus, maga a tárgyalás, maga az üzenet. Ezért McLuhan egyébként ilyen értelemben a média maga az üzenet. Jó, de
Péter, akkor csak hogy értsem, mert nem biztos, hogy értem, amit mondasz, akkor azt mondod, hogy ez a rohadt nagy asztal a nagyságot fejezi ki. Tehát, hogyha mondjuk egy 100 méteres asztal lett volna, és távcsővel szemlélik egymást, akkor az meg a még nagyobb tisztelet jele? Gondolj bele, hogy az arisztokratáktól veszik egyébként. Azok szoktak úgy reggelizni, nem csak a filmekben, a valóságban is volt ilyen baromi hosszú asztal, és akkor egyik végén is ül valaki, másik végén is. Az a hatalmas tér, egy óriási ökológiai lábnyom, egy óriási dominancia lábnyom. Ez nem Magyarország fontosságát volt hivatva egyébként hangsúlyozni, Oroszország nagyságát. Jó, de akiket meg körbecsókolt, azokat meg semmire nem tart, viszont a miniszterelnököt 6 méterre, igen. Na ez egyébként, ami félrevezet szerintem, hogy ugye egymás mellé rakják ezeket a képeket. Hát volt ilyen tárgyalás, volt olyan tárgyalás. Nemrég még más volt a mondani való. Most ebben a szent pillanatban az orosz diplomácia alapvető mondani valója az, hogy mi akkorák vagyunk, mint ide kiskullacháza. Egy picit még talán Kínánál is nagyobbak, bár ezt Kínának nem mondják, és alapvetően újra mi vagyunk a szuperhatalom. Ezt üzeni az orosz diplomácia, ezt üzeni az orosz fegyverkezés, ezt üzeni tulajdonképpen Oroszország. Mióta a Jelcin megfingatta őket, és mióta a Jelcin csina alatt el kellett tulajdonképpen viselniük azt, hogy Oroszországot már senki nem veszi komolyan. És már nem szuperhatalom, csak egy kurva nagy maffia bagázs, akik össze-vissza lopnak, csinálnak, hazudnak. És most megint visszakapják azt, hogy Oroszország a régi. De szerintem nem az asztal volt a legjobb, hanem a kocintás, azt láttátok? Sanyi, eljátsszuk csintalan a kocintást. Hát te vagy Putyin, én vagyok Orbán, mondja. Én vállalom, baszki, a izé rosszabb szerepet. Köztünk generációs gap van, én nem kocintok veled. Ilyen volt körülbelül a kocintás. Erről lemaradtam, mi ez a generációs, mert már elől is mondtad Sanyit, valami szúrja... Pisti, izé, fikázta az egész nemzedékünket. Igaza van. Jó, Istenem. De ti nem egyidősek vagytok? De, egyidősek vagyunk. Már hogy a Dévényi meg tőle, ezt ugye nem tőlem kérdezted. A Sanyi meg én, és én azt mondom, a mi generációnkat Sanyi piszkálják, akkor igazuk van. És ők egyébként kurva öregek, nekem meg csak a szakállam fehér. Jó, és volt még egy nagyon szép pillanat, és megint Sanyi haragudni fogsz, mert Horn Gyula jutott eszembe, amikor ez a két nagy ember leült ezekben a nagy székekbe, és mind a kettőnek, hogy leültek, így lógott a lába a levegőbe, és utána előrébb csúsztak. És én tehát ezt a test szégyenítést elítélem, és nagyon tudom piszni meg minden, de az cuki volt egy picit, hogy Orbán Viktornak egy kicsit, hogy lógott a lába a viking hajóasztalhoz leülve. Jó, ettől nem lesznek kevésbé szexik. Hát most ezzel próbálok valamit kezdeni. Te jössz, Sanyi. Nem. Egyrészt, Orsolya, megkaptad a választ. Tehát a Pistának a politikai jellemzőkészsége eddig ilyen mélységekig terjed. Tehát, de amúgy... Én legalább figyeltem. Amúgy egyébként nyilvánvalóan a közönségnek szól. A közönség ez zabálja. Ennyi elég. Ennek alapján identitást épít, és itt a közönség alatt a választópolgárok egy részére gondolok természetesen. Amúgy meg, hát azért lehet, hogy lehet messzibb is menni, de hát Bizánc óta elég egyértelmű, hogy minden lépésnek, minden gesztusnak, minden mozdulatnak ottan a bizantológiában van jelentősége. De hát örülnék, hogyha ezekből a kódokból is valamelyest fölfogna a kedves választó, de hát úgyse fog, meg ebből mindenféle mémeket lehet gyártani, meg elszórakozik ebben a 10 milliós országban 28.200 darab podcast, meg 88.000 ilyen izéfelület, ilyen bulvárpolitikai felület, vagy politikai bulvár, vagy mi a túró, túl sok gondolkodást nem igényel, nem kell hosszú szövegeket olvasni. Ami a lényeg, persze szövegolvasástól függetlenül végül is szerintem eléggé egyértelmű, azzal együtt is, hogy a jóisten se tudja, hogy mit csináltak 5 órán keresztül, lehet, hogy az Orbán üldögélt egyedül a szobájába. Keresték, de ennek az 5 órának, a helyüket az asztal. Ugye ennek az 5 órának, vagy ennek az 5 órának, annak, hogy 5 óráig tárgyaltak, ez megint egy ilyen nagyon egyszerű üzenet, hogy a fontos emberek sokáig tárgyalnak. Hát, tetszik, tud? Igen, na persze. Amúgy meg abból, amit megtudtunk, és ezt a TASZ-ból és az MTI-ből is megtudtunk, nem történt semmi érdem, egy dolog történt. Putyin mondta, hogy ő szeretne még az Orbánnal lenni. Azoknak a híveknek, akik Orbán nagysága miatt fognak elmenni szavazni, ez egy megerősítés. Hát körülbelül ennyit ért ez az egész história. Arról most nem beszélve, hogy
azzal együtt is, hogy természetesen az ellenzékre fogok szavazni áprilisban. Ez az érdemi külpolitikai üzenete a választópolgároknak egy politikai erőnek, nevezetesen a Fidesznek, mert amúgy az ellenzéknek a külpolitikáról egyelőre nem nagyon hallottam egyébként lát mondatát se. Hogy más nem mondjak, nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen politikai reakciók lesznek Magyarországon, és mik fognak születni azok után, hogy a pekingi olimpia előtti Xi Jinping és Putyin találkozóról kiadott közös nyilatkozat történelmi jelentőségű szeretném jelezni. Igen, szórakoztató életük lesz mindazoknak, akik ma 30-40 évesek vagy 20 évesek, mert hogy a következő évtizedek dilemmáit és konfliktusait ezt fogja meghatározni, mindaddig, amíg Kína és Oroszország össze nem vész Szibéria tekintetében. Na most aztán jó, megmondtam mi. A dolgok az a lényege, hogy ez a... Ugye ők most demokratának hívják magukat, és a demokrácia védelmében lépnek föl, de hogy más nem mondjak, ha nem olvasták volna a szöveget, ma deklarálták, hogy hát ezeket a forradalmakat mi nem fogjuk tűrni, tehát az ilyen narancsos forradalom, meg színes forradalom, meg egyebek, ezek Oroszország és Kína számára nem elfogadható demokrácia export kísérletek. Tehát megjelent egy új magyar, vagy egy új demokrácia nyelven a fasizmus újból. Ez történt deklaratív módon. Tehát őrült konfliktusok lesznek, most se békés azért a világ, és ezekben az őrült konfliktusokban ezt az országot el kéne helyezni. És el kéne végre fogadni a helyünket, és ennek a mértékünkhöz, a nagyságunkhoz, a súlyunkhoz képest el kell dönteni, hogy itt leszünk, vagy ott leszünk. Nincsen harmadik út, és nincsen abszolút szuverenitás. Bár ez az én nemzedékem férfi tagjainál, amikor meghallja ezt a szót, hogy szuverén, akkor miután merevedés problémái vannak, a politikai szuverenitásban keresi a jövőjét. Na, igazából az Orbán erre próbált választ adni, tehát a harmadik útra, és most így, ahogy pozícionálta magát az egészben, ezzel a békemisszió szöveggel, hogy ő akkor most a közvetítő, ez baromi, hogy mondjam, gázszöveg, de érződik benne egyfajta ilyen, hogy mondjam, hangnemváltás. Most az Orbán hirtelen magát egy ilyen sarokkőnek kezdi tekinteni kelet és nyugat között. Nekem egyébként a 70-es évek kádári diplomáciája jutott bizonyos értelemben az eszembe, amikor a kádárék, ők igazából nem csak eljátszották, mint az Orbán, hanem valóban képeztek egy ilyen átmenetet, képeztek egy ilyen, ahol nem csak a kelet-német és a nyugat-német turisták ülhettek össze a Balatonparton találkozni egymással, és lángos sütni együtt, meg így a család összejött, hanem a diplomáciák is Magyarországon keresztül folytatódtak az Orbán. Baromira élvezni ezt a szerepet egyébként, csak a kádárék mögött azért állt egy valós, nem a teljesítményről beszélek, hanem egy valós tábor, egy valós hatalmi viszony az Orbán mögött, meg igazából nagyon könnyen az állhatott, csak egy maga maradt. Tehát, hogy így ő valójában azért fontos a Putyinnak, ezt szerintem már számtalanszor rengetegen elmondták, mert ugye az Európai Unió tagja, mert NATO tag, most ebben a pillanatban ez felértékelődött. Tulajdonképpen valahol az Európa Unió számára is fontos az Orbán, hiszen Orbán előretort helyőrsége az Uniónak, még ha nem is úgy viselkedik a Putyinnál, egy ilyen kiáró ember lehetne, akkor nem. Oda tömködik a zsebibe az üzeneteket, még ez is elképzelhető. Csak éppen az Orbán a saját szerepét ebben baromira túlbecsüli, és ő azt hiszi, hogy az eszköz, ami ő, az mozgatja itt a szálakat. Nem ő mozgat semmit, nem mozgat ő semmit. Ő arra jó tényleg, hogy odaültessék egy ilyen rémes asztal mellé, és akkor a volt KGB-tiszt, meg a volt, mi az Isten az Orbán, kis titkárot beszélgetnek a nagy Péter, asztal mellett. Péter, legyél már komolyabb. Szerintem az Orbán Sanyit a kis titkárral nem fogod sértegetni. Nem erről van szó, de hát nem attól hülye, mert kis titkár volt, csezd meg. Hát, és már millió azért volt kis titkár, mert hülye volt. Hát egyrészt igen, másrészt meg azért, hogyha a magyar politikai élőszre tekintek, most nem tudom, hanyadik műsort néztem úgy végig, hogy ott ült két politikus, komoly ember, és csak annyit tudtam érzékelni belőle, hogy magyar szavakat ejt ki a száján, és nem értem, amit mond. És nem azért nem értem, mert most már lassan szenilis vagyok, hanem azért nem értem, mert nincs tartalma, és nincs benne semmiféle összefüggés. Bár jártak volna kisiskolában, mert ott néhány dolgot legalább meg kellett tanulni, úgy, mint például szervezés. Meg mondjuk nem lenne olyan heurisztikus élmény, hogy föl kell szántani az országot. Isten, mióta hallom ezt,
hogy más nem mondjak. Dühöngeni fogok, csak ez a baj. Ja nem, csak én is próbáltam most ebbe értelmet felfedezni. Jó, de te ehhez nem értesz, úgyhogy ez nem probléma, Orsi. Hát én meg nem írok. Felszántásnál már én is elvesztettem. Viszont én csak abba akartam belekérdezni, hogy miből gondolod azt, Péter, vagy azt miért mondtad, hogy Orbán egyedül marad, mert nincs egyedül, tehát hogy teli van nagyon jó cimborákkal, tehát hogy elég nívós barátokkal, tehát hogy az a veszély nincsen, hogy ő egyedül marad, és egyedüli tényezőként kéne neki... Kire gondolsz? Hát a Lukasenkára. Például. Meg az Erdogára gondolom, de ez nem egy külön út. Ezt nem lehet, és hát próbálkoztak ők akár Európai Unión belül is, meg az Európai Unión kívül is egyfajta valóban egy ilyen fasisztoid, illiberális harmadik utat összekovácsolni. Ezeknek baromira eltérnek, jobban utálják egymást tulajdonképpen szerintem, mint ugye a nagy tömbök általában. Itt mindenki magát tartja egyébként a Janinak. Mindenki úgy gondolja, hogy ő fingi a passzát szelet. Az Erdogánnal nem fog az Orbán kijönni. Hát igen, a Lukasenko az ilyen kérdéses történet, de hát a Lukasenko meg a Putyin zsebében van, egy másik zsebében, mint az Orbán, és mélyebben. Nem, szerintem valóban próbálkozunk. De miért mindig ezzel foglalkozunk, hogy milyen európai meg világ szempontjában kitekintése van Orbán Viktor ilyen olyan külpolitikai ténykedésének? Hát nem az a fontos, ami visszafelé hat? Tehát miért nem azzal foglalkozunk, hogy milyen hatása van egy ilyen... szőnyeg szélére állított, kocinthatatlan Orbán Viktornak, meg a nagy asztalhoz leültetett Orbán Viktornak hazafelé. És hát szerintem ezzel kéne foglalkozni. Mert hát azt látjuk, hogy ez tök jól eladható. Nagyon jól eladható egy választáson. De mi van, hogyha elfogy a pénz? Az, hogy az Orbán hogy van a Putyinnal, és hogy van az Unióval, az azért baromi fontos, és azért visszaható, mert mondjuk az Orbán nem kísérelheti meg az uniótól való elszakadás. Én nem hiszem, hogy konkrétan per pillanat erre készül, de azért vannak ilyen, hogy mondjam, irányultságok. Ezt nem teheti meg, mert onnan jön a zsé. A Putyintól is jön erre, a zsé. Péter, erre csak ilyen sejtéseink vannak, és ezt mindig elmondjuk, hogy mindig így van. De Orbán Viktor Moszkvából hívta fel a NATO főtitkárát, vagy fordítva. Tehát az nyilván egy baromira titkos beszélgetés lehetett. De hogy miért? Szerintem az a fontos, hogy mi történik idehaza egy ilyen Orbán-Putyin találkozóval. De hát mit fognak gondolni erről a választópolgárok? Mert ez nagyon magasztos meg, hogy ide haza már minden ez történik, bármi. Az Orbán hívei imádni fogják, azt mondják, hú, de bazi szép nagy asztal. Akik meg nem az Orbán hívei, azok meg röhögnek rajta, hogy hát ez baromi röhelyes ez az asztal. De nem. Ez szerintem tök mindegy, hogy az Orbán ember teszik itt helyben, vagy csecsemőket boncol, vagy bébifókákat gyilkol, akkor is meg lesz 2 millió ember, aki azt mondja, hogy igaza van a miniszterelnök úrnak. Jól teszi a miniszterelnök úr, biztos az a bébifóka belekötött. Tök mindegy. És lesz persze egy csomó, aki meg azt mondja, úristen, ez az ember bébifókákat olyan, mondjuk eddig is gondoltam róla, de most látom. De Péter, ez a bulvár, a Pistának tök igaza van. Mondom, ez a bulvár, hogyha befejeztetem, a Pistának tök igaza van, és azért is tud nem vagyok ilyen kedvemben, mert hogy a politika maga nem hajlandó föltenni az asztalra ezt a problémát, hogy ebből, mindebből, ahogy szerepel az Orbán, ahogy barátkozik, vagy úgymond barátkoznak vele, mi következik az országra nézve. Ebből az következik nyilvánvaló, hogy az Orbán, ha úgy tetszik, egyéni és csoport érdeke az diktálja, hogy itt Magyarországon valami olyasmi rendszer legyen, amilyen ezekben az országokban van, és ehhez a politikai tömbhöz, vagy ezekhez a rendszerekhez, vagy ehhez a geopolitikai realitáshoz, hogy itt van egy hatalmas bolygó, mint maga Oroszország, ebbe az irányba gravitáljon. Mert hogy és ennyiben előre lát, és a miniszterelnökként kötelessége is, hogy ha ő, és ezzel szerintem kalkulál, ezt a rendszert akarja fenntartani, ebben akar élni, és ennek akarja a vezetését a továbbiakban is folytatni, akkor neki kalkulálnia kell azzal, hogyha az Unióban ez a vita célegyenesbe fordul már, hogy az, hogy mi legyen az Unió jövője, és kinyitják a Lisszaboni szerződést, az Unió alkotmányát, akkor Magyarország abból ki fog maradni. Nem kirúgnak bennünket, meg nem Orbán Viktor fog kiszállni, mert egyébként valószínűleg nem akarna, csak úgy majd nem lehet bennmaradni.
Tehát az alapértékeknek, a jogállamnak, a korrupciónak, a gazdasági fejlődés irányának, a szociálpolitikának, tehát mindaz, ami a gazdaságot, az oktatást, a kultúrát jelenti, ez a fajta európai integráció bizonyos államok között, már akik ebbe bele fognak szállni, erősödni fog. Ezt az Orbán-féle kurzus nem vállalja, mert örök időkre szólónak gondolja magát, és ehhez az örök időhöz, pedig ez a politika kell, amit ő most művel. Ez a fajta diktatúra. Ez a fajta középkori demokrácia, vagy nem is tudom micsoda, ez a félfasiszta téboly, ami modernizálva van, különösképpen nyelvileg. Tehát ez a lényeg, ez a válasz erre, ezért fontos az, és ezért nem kerülhető meg és intézhető el pusztán azzal, hogy itt asztalmitológiát csinálunk meg, hogy egyébként a szőnyegen hány kilométerre állt egymástól az Orbán. És azzal együtt, hogy én állítom, hogy ennek van jelentőség. Igen, kisfiú vagy öcsém, addig vagy érdekes. De Orbánnak a Putyin segge sokkal jobb. Mert akkor az ő hatalma a új világrend építői szerint mindörökké fog tartani. Ha már külpolitikánál tartunk, van itt még valamit, amiként szerintem méltatlanul kevés szó esik róla. Sanyi föl szokta hozni. A választók 99,9%-a szerintem nem tud róla, hogy Orbán Viktor Bosznia-Hercegovina belpolitikájába avatkozott be azzal, hogy a szerb szakadároknak, vagy szakadár szándékozóknak 100 millió dollárt adott, ami ugye a mi pénzünkből 100 millió dollárt. Mire? Hát nyilvánvalóan fegyverekre, vagy politikai destabilizációra, vagy tök mindegy szakadárstadion. Hát már erre nem is beszélve. Erről már nem is beszélve, hogy egyébként elnéktesség. De ebben mi azért? Azt mondd el, Sanyi, tehát Orbán Viktornak itt Magyarországon, meg Bosznia-Hercegovina ott, abban az egyébként is puskaporosnak tűnik, nem? Tehát bármikor azt gondoljuk a Balkánról, hogy még annyira fiatal ott minden ország, hogy egy pillanat alatt, és annyiféle nemzetiség feszül egymásnak évszázadok óta, és vallás is, hogy pillanatok alatt fölrobbanhat. És de akkor itthonról magyar Orbán Viktor. Ha már mert, hogyha, de hogyha hasonlóan elkúrt országok veszik körbe Magyarországot, akkor az ad egyfajta ilyen kózi elmény. Sőt, igazából elkúrt az jó, tehát ő azért ezen dolgozik, ez látható. Egyrészt van benne egy ilyen hogy mondjam, ilyen nosztalgia, amit ki lehet játszani a választók felé, nem hiszem, hogy az Orbánban van már bolond, úgyhogy az is lehet. Tehát ez a régi közép-kelet-európai nagyhatalom, az osztrák-magyar monarchia nyomdokain haladni és beleszólni a Balkán, és főleg elsődlegesen egyébként Bosznia-Hercegovina ügyeibe. Hát lett is belőle világháború. De szerintem azért az a fontosabb, tehát itt most nem lesz ilyen szempontból Szarajevo, az a fontosabb, amit a Pista mondott, hogy Második. Én szoktalak dicsérni, az csintalan szokott szidni. Hogy abban a katyvaszban, amit itt lehet. Tehát a zavarosban akar ő halászni, és a zavarosba pedig úgy akar tűnni, mint a béke és a biztonság szigete. Nem utolsó sorban itt az uniónak árulja a seggét. Csak ez elég furcsa módon. Tehát ez a beavatkozás ugye teljesen ilyen extra uniós történet, de ugyanakkor ő, mint a béke szigete, ebben az egyre inkább beboruló közép-kelet-európai régióban, ez egy eladható árucik. Ez egy eladható árucik még arra is felkészül, amiről te beszéltél az előtt. Igen, és akkor jó, hogy szóba hoztad, Sanyi, mert tényleg, hogyha erre az egész asztalügyre tekintünk, akkor tényleg nem lehet elfelejteni ebben a balkáni gyűjtogatást, ami egyébként egyértelműen orosz érdek, azért szeretném felhívni a figyelmet. Azon kívül, hát ez mondjuk egy apró dolognak tűnik, ugye a Le Pen pártjának adott hitel, amit azért nem gondolom, hogy az ujjából szopott ki, és ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy az előző választásnál ugye az oroszoktól kapott hitelt Marine Le Pen, ami azért elég egyértelmű, egyfajta politikai irány. Én elhiszem, hogy ez lehet releváns, önök döntenek. Kedves nép, tessék dönteni. Tehát járhatunk ezen az úton, akinek ez jó, meg egyébként majd aki ennek az árát meg akarja fizetni, az majd megfizeti. A másik dolog pedig az, hogy mindezt az egészet abban a kontextusban mindenképpen bele kell helyezni, hogy elég erősen euróatlanti ellenes politikát folytat most már jó ideje az Orbán. És ezt nem magától teszi, ennyire hülyének nem gondolom. És ennyire súlyos aránytévesztésre nem hiszem, hogy hajlamos lenne, bár mondjuk az önkény úr egy idő után azért az eddigi példák alapján tényleg meg tud teljesen hűlni, bárki is legyen az.
Igen, annyira meghat, ahogy itt beszélünk arról, hogy a Fidesz választók mit gondolnak, vagy rájuk hogyan hat mindez, akár a Putyinnal való barátkozás, akár a Boszniának nyújtott segítség, stb. És nekem meggyőződésem, hogy az Orbán hívők ezeket nem is látják, nem is tudják, nem is érdekli őket, ezzel mi foglalkozunk, meg mi elemezgetjük ezeket, és ez szörnyű, mi nézzük a híreket, és próbálunk belőle nagyságra, kicsiségre, nem tudom mire izélni, ahol mondjuk ez az elvakultság van, vagy ahol csak a nagyszerű Orbán, a kolbászzabáló, meg a nem tudom, aranyos dolgokat mondóról van szó, ennyit látnak belőle kész, drága jó Viktorunk. De Orsi, pont ezért kell másról is beszélni, és egyébként nem csak, mert ezek a nosztalgiák, hogy valamit ide idézzek, amire már a Péter utalt, nem tudom mennyire érzékelték, hogy azért ezzel a nagy haverkodással most, meg ezzel a Putyin látogatással, összefüggésben azért, hogy megjelentek ilyen álmok, hogy hú, azért ebből az orosz-ukrán konfliktusból leesett nekünk Kárpátalja. Jelentek meg ilyen álmok. Szerintem se nem volt. Nem, nem, nem úgy jelentek. Mi hol éltek, drágáim? Ti beszéltek a buborékokról. Hát tessék átnézni a másik buborékába, az Isten áldjon meg. De a csekettő az legalább 4K-ba Két idióta ezt kiírja a Facebookra, attól még nem álmodozik erről 5-nél több ember hat. Nem, ez nem teljesen igaz. Folyamatosan feldobják ilyenkor a lufit. Nyilván nem arról szól. Én biztos vagyok benne, hogy eszük ágában nincs már, mint most a magyar kormánynak fehér lovon bevonulni Ungvárra. Tehát nem ezen gondolkodnak. De megjártatják a témát, amikor X évvel ezelőtt volt szintén nagyjából az, hogy akkor Putyin mindjárt lerohanja Ukrajnát. Nem jártatják meg, Péter, mondjál példát rá, hogy megjártatták a témát. Strasznyi Fruzsina írt, de az akkor volt, erről egy Facebook posztot, ahol, hogyha megnézte az ember, alatta megjelentek a kormánypárti megmondók, néhány politikus, megvitatták a témát. Ugyanezt történik most is. A megjáratás nem arról szól, hogy jön Orbán Viktor, és azt mondja, hogy irány Ukrajna, véreim. Nem is arról szól, még nem is Gulyás Gergely jön ki. Egyszerűen ott van az a millió Facebook oldal, amit egyébként üzemelnek. Ott egyszerűen beraknak egy kommentet, a komment alatt kialakul a vita, már benne van a közbeszédben. Mindenki beszél. Persze, hogy baromság, de ugyanakkor figyelj, a dolog, amit el kell érni, az nem az, hogy ez komoly legyen, még csak nem is az, hogy ezt valaki komolyan gondolja. Beszéljenek róla. Tudod, milyen jó érzést? Erről beszélni. Erről beszélnek a rendes izében. A Fidesz hívő most, nem, nincs olyan, hogy a Fidesz hívő, de elképzelem az egységi Fidesz hívőt, hogy leül és azt mondja, hogy haj, de jó lenne, ha már megint a tótok megsüvegelnék a magyart. Meg mit és tudom, a főnök ez az irredent a kártya, ez kurvára mi. Én ezt nem tapasztalom, én sem. És a főnök világpolitikai tényező lett. Oké, de azt jó, tudjuk, de nincs jó. Ilyen. Lépjünk át a magyar belpolitikára. A Sanyi... Én arról beszéltem eddig is. Igen, igen. Egyébként, bocsánat, csak egyébként ezt így elképzelem, hogyha az ember, hogy miről beszélünk, mi a úgynevezett értelmiség, mert mi van a valóság, vagy ha most így elmenne az ember, láttuk a kurva istenező, kurva anyázó nénit, meg aki Márki-Zay Pétert orrba vágta, ugye, hogy ebbe a közegbe, hogy te így oda mennél, és azt mondanál neki, hogy mit szól hozzá, hogy a magyar állam egyik bankja hitelt adott Marine Le Pennek. Hát rád uszítják a kutyát, basszus. Hát mi az a Marine Le Pen? Tehát, hogy annyira, hogy is mondjam, annyira Lukács Katit kell most megkövetnem itt, majd esetleg megnézi ezt a műsort, hogy valahol igaza volt, hogy beszélgetünk dolgokról, és ezek a dolgok olyan nagyon magasan szárnyalva úgy elrepülnek a mély magyar valóság mellett. És én most nagyon ezt érzem. Tehát ha valaki megnézte az elmúlt két napnak a történéseit, ezt a szerencsétlen nénit, aki ugye Márki-Zay Pétert orrba vágta, meg a másikat, akit most futtatnak, hogy vidéken van még szív. Vidéken még ott van az őszinte magyar, mert kurva istenezve megmondta az ellenzéknek, hogy bekaphatja a faszát, mert a néni erről beszélt jó, két percen keresztül. Tehát látod ezeket a, de, okay, a okay, tüntetéseket? Csak, várjál, de ezt nyomatják, és azzal a kontenttel nyomatják, hogy vidéken még van szív. Azzal megy ki ez a kormány médiába, hogy nézzék meg egy ellenzéki libernyák politikus találkozása a magyar valósággal. Tehát ez egy pozitív sztori.
amit mi úgy élünk meg, hogy... És akkor mi itt elkezdünk beszélgetni ilyenekről, hogy egy ismeretlen magyar bank hitelt adott, és ennek milyen hatása lesz. Tehát, hogy... Egyszerűen azt érzem, hogy a valóság valahol ott mélyen van, mi meg itt beszélgetünk magasan valamiről. Pont ez, az viszont, hogy Ukrajnát vissza. Jó, de akkor nekünk is kutyapicsáznunk kéne, vagy mi lenne? Igen, akkor, igen. Tehát nem tudom. De ezt ezerszer megbeszéltük. Nem tudom, mi a felelősségünk, és nem tudom, mi a feladatunk ilyen helyzetben, de azt láthatjuk, hogy most már a hétköznapok részévé fog válni az erőszak, a minden. Tehát, hogy lássuk be, hogy ez a következő 2,5 hónap, ez pusztító lesz. A múlt héten, amikor vettük föl csütörtökön a kötött fogást, akkor, amikor a Völner ügy szóba jött, akkor a Pista mesélte, azoknak mondom, akik esetleg azt az adást nem látták, hogy utána nézett, vagy legalábbis próbált utána nézni annak, hogy a kormánypárti médiában a Völner ügyről mikor volt szó. És december mennyi volt, Pista? 6. December 6 vagy 7. Mikulás hozta az ügyet és vitte. És azóta, és az is már úgy volt, úgy tálalták, hogy bezzeg a mi emberünk, ha hibázik, az lemond. Mikor volt ilyen a baloldalon? Tehát már sikersztorivá volt átalakítva. Hát azóta itt lévők tudják, hogy szinte minden nap kiderül valami egészen elképesztő sztori a Völner kapcsán. Hát most az, hogy ő igényelte ugye Szijjártó Péternél ennek a Sadl nevű embernek nekünk a diplomata útlevelet. Bocsánat, nekünk valamit ezzel kéne kezdenünk, csak nem tudom, hogy mit. Tényleg nem tudom, mit. Azzal kéne kezdenünk valamit, hogy a valóság megszűnt létezni. Hogy nincs valóság. Hát ugye láttuk, hát... Biztos sokan látták, ha nem, akkor nézzék meg, amikor ez az idős asszony szájba vágja Márki-Zay Pétert, aki úgy reagál rá, hogy nem reagál se, hanem ilyen keresztényi próbálkozással kínlódva hát valamit kezd a helyzettel. Mit mond erre az Origó? Azt mondja az Origó, hogy egy idős asszony számon kérte Márki-Zay Pétert, aki megalázó módon súnyi vizébe alázta őt. Tehát, hogy szerintem nekünk valamit azzal kéne kezdenünk, hogy tök jó, hogy elmondjuk. Persze. Nekünk van hallgatóságunk, meg közönségünk, és meg is fognak hallgatni, és fognak érteni minket. De mi a fenét tudsz csinálni akkor, amikor a valóság elporlat, megszűnt létezni? Akkor mit csinálsz? Nem szűnt meg létezni. Hát dehogy nem szűnt meg létezni. Csak mondjuk kevesebb fóruma van a valóságnak. Tehát, hogy attól az még létezik. És figyeljetek, a kormánypárti média persze, hogy nem a Völner ügyet fogja elemezgetni. Hát én is, hogyha mondjuk szar dolgot követek el, nem fogom azt magamra írni, meg kirakni, nem? Tehát, hogy ez is teljesen logikus. Tehát végülis mindegyik oldalnak megvan a logikája. Csak az a gond, hogy hát a kormánypárti média az már a közmédia is. Tehát hát a kormánypárti médián én nem csodálkoznék, csak hogy a kormánypárti média az az én pénzemből kormánypárti, pedig nem annak kéne lennie. A közmédiának viszont ezzel foglalkoznia kéne. A Völner ügyel is. Jó, de mióta nincsen közmédia? Tehát most úgy beszélünk, akkor ezt mondanám, jó? Azt mondja Origó. Egy rokkant nyugdíjas néni számon kérte Márki-Zay Pétert videó. Márki-Zay Péter ma délután Orosházán tartott egy gyűlést az utcán. Ezen egy kerekes széket használó, rokkanyugdíjas nő számon kérte Márki-Zay Pétert a fogyatékossággal élőket gyalázó kijelentéseiről. Márki-Zay ezúttal is lekezelő és sértő módon reagált. Azzal kell szembesülnünk most már, hogy tökéletesen mindegy, mi történik, tökéletesen mindegy, hogy ki mit mond. Van egy nagyon kegyetlen és nagyon pusztító alternatív valóság. Ugyanis azok a nénik, akik szájba vágják Márki-Zay Pétert, azok a nénik, akik kurva anyázva, kurva istenezve küldik el a szórólapozó ellenzéki politikusokat, ők másnap megnézik ezeket a híreket, és megint megerősítve találják meg maguk. Az Origót nem fogják megnézni. Az ingyenes magazinban, hogyha ezt leírják. Ott lesz, és az M1-en is ott lesz, mert ott van, ez lesz ott. Tehát, hogy mit kezdesz ezzel? Csak hát ez egy, hogy mondjam, egy nagyon sok, nem két valóság van, vagy nem két alternatíva van, hanem millió ilyen alternatív valóság él egyben. És mindenki azt mazsolázza ki magának egyébként, ami őt megerősíti. Ez azért annyira szerintem nem újdonság, nem csak Magyarországon, meg annyira nem most jött elő. Tehát persze írhatták volna azt is az Origóból, hogy a Márki-Zay Péter lefejelt a néni öklét. De ez is egy régi történet. Hát már gyerekkoromban is vicc volt, hogy nézhetjük így, nézhetjük úgy. Tele van minden ezekkel a mémekkel, hogyha így nézem, egy késtartó kész, ha úgy nézem, akkor egy menekülő ember lába. Igen, így működik.
Ezzel kell kezdenünk valamit, és szerintem egyébként nem azt kell kezdenünk vele. Én látom, hogy úgy nézel, mint egy kis riadt micimackó, hogy most itt így aggódsz, hogy ja Istenem. Füles a kormánymédiában füles. Mi az én feladatom a nagyvilágban, de hát igen, az, hogy beszéljünk, aztán mondjuk el a véleményünket. Tehát én egy pillanatig soha nem tudom, éltem azzal az illúzióval, hogy majd a DK-s nénit meg a Fideszes nénit meg fogom győzni. Nem. Oké, okay, de az igazságszolgáltatásnak mégis vannak minimális, hogy mondjam, követelményei. Tehát, hogyha meggyilkolnak, hát ne jussunk már el odáig, hogyha egy ellenzéki embert gyilkolnak meg, akkor már nem nyomoz a rendőrség, hogyha Fidesz szavazót gyilkolnak meg, mondjuk, vagy ide fogunk eljutni, akkor meg nyomoz a rendőrség. Mert itt van ez a Rogán ügy. Azért egészen elképesztő. Ugye a Sanyi meg az én korosztályomról esett szó. A 80-as években rengeteg olyan film volt, mindenféle ilyen amerikai filmek, amikor a latin-amerikai ilyen banánköztársaságokban itt-ott kavart ez a gonosz CIA. És akkor még azt mondtuk, hogy de ez most van ilyen, vagy nincs ilyen, mert azért egészen elképesztően hihetetlen, ami ott zajlott akkor. És hát az kutya füle ahhoz képest, ami itt zajlik ebben az országban. Tehát az, hogy az igazságügyi miniszter helyettes lebukik egy korrupciós ügyben, majd a nyomozati anyagból kiderül, hogy egy beszélgetésben a koncesziós hivatal elnökét úgy hívják, hogy Rogán Antal, és egy beszélgetésben egy koncesszióra utalva elhangzik az, hogy Tóni, elhangzik az, hogy Barbara, és elhangzik az, hogy Péter. Ugye tudják, hogy Rogán Antal, Rogán Barbara és Nagy Péter? Kis Péter? Nagy Ádám. Bocsánat, igazuk van, Ádám. Elnézést kérek a nagy kis Péterektől. Jó, tehát ez elhangzik, és erre nem az történik, hogy 10 000 ügyész beszalad a hivatalba és főjelentéstesz, hanem nem történik semmi. Ezt Hadházi Péternek kell megtenni. Na jó, van most már Ákosnak. Engem hogy hívnak? Na ezt vegyük újra. Egyáltalán van, hogy... ezt vegyük újra. A másik Hadházit hogy hívják? Szerintem Pörzse Gábor ezt mondja Pörzse még Gábor egyszer. Ezt elmondja még egyszer. Oké, tehát Hadházi Ákosnak kell megtennie a feljelentést, de úgyse tudnak róla. Tehát egyszer nem fogják megtudni. Jó, én most egy darabig nem szólok meg, jó? Hol vagyunk most? Azt kérdezte a Pista, hogy mit kell ezzel kezdeni. Az a helyzet, hogy egyrészt ki kell lépni a saját buborékodból, és meg az Orsinak is ki kell lépni a buborékából. Mert mondjuk ez a történet nagy mértékben például pontosan ezekkel az illúziókkal függ össze, amire Péterrel utaltunk. Igen, nekem nem akár kell hiszik, a buborékot. Akár nem, igen, azt gondolják, hogy visszaszerzi a birodalmat a Viktor. Ezt gondolják, ezért utálkoznak, ezért vagdalkoznak, ezért nem jutnak el ezek az információk. Mert most egyébként ebben a tudatállapotban van. Ahhoz, hogy ez a világ megváltozzon, iszonyú sok munkaerőfeszítés kell, ezt kell tenni, Pistám, és ez bizony idő lesz, nem ma lesz, és nem holnap lesz, és a rendszernek össze kell dőlnie. Mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy ez a rendszer gazdasági, szociális, politikai értelemben, és ha úgy tetszik a modernizáció értelmében, ez katasztrófa. Tehát persze ott vannak az argentinok, vannak olyan társadalmak még a világban, amelyek egyébként folyamatos rohadásban vannak. El lehet így lenni egy darabig, sokáig is akár el lehet lenni. Lehet, hogy mi egy ilyen ország leszünk. Hát múlik persze azon is egyébként, hogy most azon mamunk, és akkor hol van a valóság? Ez mind-mind valóság, mind. Ez is valóság, meg a Kárpátaljával kapcsolódó remények, meg az is valóság, hogy egyébként az ország, mit tudom, egyharmada effektíve nyomorog. Ez mind-mind valóság, és az is egy valóság, hogy van egy csomó ember, aki erre egy szarik, kettő föl se tudja fogni. Hát ne haragudjatok, messze még a valóság egy olyan országban, ahol úgy körülbelül a 40 000 halottból Isten nyugosztalja őket, legalább 20 000 ennek a kormánynak az effektív bűnéből hal meg. És ez senkit nem érdekel. Igen, mert van a fejükben valami, ami miatt ez feldolgozhatatlan. Még akkor is, ha bemegy a kórházba, és majd 5 év múlva kap, mit tudom én, egy csípőműtétet, vagy mondjuk egy CT vizsgálatra hónapokat kell várni, amire még simán meghalhat. És akkor befejezem, ahol ott ül ez a
bamba birka nép, és azzal lehet kampányolni, azzal kampányolhat a NER, hogy a Márki-Zay privatizálni akarja az egészségügyet. És hogyha végigmegy a körúton, vagy elmegy a Honvéd kórházba, vagy egy közkórházba, akkor már minden második, harmadik embernek, ha egyébként egészségügyi ellátásra akarsz szorulni, akkor el kell menni egy magánintézménybe. Tele van magánintézménnyel, és ez most nem negatív jelző. Tehát miről beszélünk? Sanyi, mit csinál, mit csinálsz azzal a társadalommal? Ami, te mondtad, hogy te már felszálltad például az országot. Utálom, és jó, az tök jó, de az tök egyszerű, az megy. De mit csinálsz azzal a társadalommal, ami a saját... Hazudsz magadnak, ezzel állítod magad ilyen hülyeségekkel, hogy hol a valóság. Itt ez a valóság. De nincs valóság. De pont erről beszélünk. Hát, hogyha ugye most nem volt kötött fogás felvétele csütörtökön, helyett egy jó műsor ment a Flaster, és abba beszéltünk arról, hogy mekkora várólisták vannak. Tehát, hogy ilyen 1000 napokat kell várni, meg 3 hónapot kell várni arra, hogy felkerülj arra a listára, ahonnan felkerülhetsz majd a várólistára. Akkor ezt az emberek megélik. Ki fogod várni? A hétköznapokban. Oké, és rakódik, mint a guánó. Szuper. De hogy akkor mi a bánatot kezd el ezzel a nem valósággal? Vagy csináld valósággal? A dolgodat. Csináld a dolgodat. Ez a dolgod. És az mi? Ez például, amit csinálsz, meg néha hülyeségeket beszélsz, meg baromi jókat írsz, meg tényfeltárc, dolgozol, mint az állat. És ennek majd... Főszerkesztő úr, amilyen Most komolyan mondom. Ez a dolga. Ha azt gondolod, hogy ez az igazság, mondd a magad igazát, és te még megéled. Hát igen, csak most hiába mondja maga igazát, egy nagyon szűk réteghez jut el, és most beszélhetünk arról, hogy mi a valóság. Egész pontosan lehet tudni, hogy mi a valóság, és mondjuk a közmédiában, ha megmutatnák egyik arcát, másik arcát, lennének normális vitaműsorok. Tudom, hogy nem fogják, csak itt akkor ne arról vitatkozunk, hogy mi a valóság, mert a valóság az van. Én nem is vitatkozom ezen. A de Pistának most... van ez a mániája, meg a buborék. Ja. Jó, csak te meg azt mondod, hogy mindenki csinálja a dolgát, igen. Hogyha hiába csináljuk a dolgunkat, ha annak nincs felülete. Jó, nyilván, ha én is azt gondolnám, hogy teljesen feleslegesen tépjük a pofánkat, akkor nem szánnám az időmet, hogy itt ülök, hanem mondjuk otthon iszogatnék. Meg nem írnád a jó cikkeidet, meg a szép szövegeket. Jaj, de kedves vagy. Szerintem ez az egész... Ne dőjj be mindenkinek ezt mondja, ezt a jó cikket. Ez a valóság, nem valóság kérdés baromi fontos, csak nem jutunk vele sehova, hogyha ebben a, hogy mondjam, ilyen mesterséges dualizmusban gondolkodunk, mert minden lehet valóság. És igen, tehát ha összevetjük a tapasztalati valóságot, mondjuk a hitigazsággal, régi probléma, régi teológiai probléma, akkor bizony a mai politika is azt mondja, hogy a hitigazság magasabb rendű a tapasztalati valóságnál. Ugye a boldogak a többiek, Tamás, mert ők nem tudnak, ők hisznek. És ezt el tudják játszani. Bemegy, szerintem lehet ebben a kettősségben létezni, hogy bemész a kórházba, megpróbálsz felkerülni a várólistára, a nyakadba hullik a vakolat, nincs gyógyszer, nincs orvos, nincs WC-papír, nincs nővér, nincs kaja, semmi nincs. És aztán hazamész, ha nem maradsz ott, és elolvasod az újságból, hogy minden jó. És melyiket szeretnéd jobban? Én jobban szeretnék hinni az újságnak, hogy minden jó, a magyar egészségügy világszínvonalú. Ezt mondják bele a pofánkba. Mindannyian, majdnem mindannyian, de hát alapvetően mindannyian szembesülünk a tapasztalati igazsággal, a tapasztalati valósággal. És mégis, baromi sokan akarunk hinni ennek a marhaságnak, én mondjuk nem. Jó, csak közben úgy teszünk, mintha mondjuk korábban, az előző kormányzatok alatt az egészségügy egy ilyen kibaszott, jól megoldott dolog lett volna. Ez a másik csak azt mondjuk, hogy régen se volt jobb, és hogy az ellenzéknek sincsen... Azért jobb volt, Orsi. Figyelj, baromi rossz volt, de jobb. Régen is elbaszták, de egyre rosszabb. Tehát leromlik, lerobban, mindig kilopták. Bocsánat, de ne haragudjatok. Egyrészt nem mondunk ilyeneket. Én például nem mondtam, tőle se hallottam még ilyet, hogy annak idején egyébként ennél mennyivel jobb volt. Egyébként persze jobb volt, de ez lényegtelen. Azért igen, mert van egy folyamat, 30 éve megyünk egy irányba, és te lefele megyünk folyamatosan, tehát egy kicsit még, mit tudom, 2-3 évvel ezelőtt akárha jobb is lehetett, de nem ez a lényeg. Meg is bukott az előző kormány. Tehát amikor ez az érvelés egyáltalán előkerül, hogy vajon akkor mi volt az elmúlt 8 évben, meg nem tudom, hát ebben az értelemben még ráadásul a Pistával érintettek is vagyunk, mert azért ácsoltunk mi az Orbán Viktornak, de nem erre egyrészt, másrészt nagyon büszke is vagyok arra, hogy annak idején volt közöm ahhoz, hogy Gyurcsány megbukott. Ezt mái napig állítom, de ennek semmi köze ahhoz a helyzethez, amiben most döntenünk kell. Gyurcsány megbukott, megkapta a politikai vereségét,
minősített a választó. De ebből nem következik az, hogy felhatalmaztuk ezt a hatalmat bármire, amit most bármikor meg mert csinálni. Amúgy meg, hogy mennyire fontos az, hogy mondd az igazadat, nem egyszer előkerült már a mi műsorunkban is, hogy egy példát említsek, ugye pont az egészségügyel kapcsolatban, hogy itt vannak ezek a kórházi adósságok. És ugye évről évre a mindenkori jó kormány kiegyenlíti a kórházi adósságokat, mert hogy a menedzsment így, meg hogy olyan a szerkezet, és akkor Lukas a vödör, önthetjük bele a pénzt, amúgy is mindig a kórházak adósságot termelnek. És tegnap hallottam, ha valaki esetleg már hallott ilyesmit, én tegnap hallottam először egy kórház, volt kórházigazgatótól, hogy magyar szavakkal azt mondja, mi már ezt rég tisztáztuk egyébként ebben a műsorban, azt mondja László Imre, hogy hát azért arra szeretném fölhívni a figyelmet, 30 év után, hogy a kórházi adósság az nem a kórházak adóssága, hanem az állam adóssága, mert nem fizeti ki az elvégzett munkát. Nem fizeti ki azt az ellátást, amibe került az a szerencsétlen beteg, aki kénytelen bekerülni a kórházba. Még akkor is, hogyha lehet, hogy vannak olyanok, akik a kórházba csak nyaralni járnak, persze ez egy baromság, csak mondom, mindenféléket lehet az emberekre mondani. Tehát, de a lényeg az, hogy ezért folyamatosan el kell, a hitünk szerint, ez az egyetlen út, Pista, én ezt mondom neked 68 évesen, mert fölbasztad az agyamat ez a generációs ízével, nem mint hogyha nektek bármire lenne büszkeségre okotok. De, bocs, de maradjál mondod, már. De mit mondott a olvasd generációs? El. Jó, de bocsáss mit mondott? Olvasd el. Olvasd el. Na, mondd el, Pista bátor. Tessék, itt mondd el. Itt mondd el. Mondd el. Mondd már, Pista, mondd már, mert megbolondulok, úgy izgulok. Hát volt ez a néni, aki orrba vágta Márki-Zay Pétert. Hát ő most már néni. És az jutott eszembe, hogy pont ez a generáció, ugye ő 70 körül lehet most, tehát a rendszerváltás körül olyan 40 lehetett, 30 igen, csak több haja. És hogy bár nem láttuk, mert ilyen kötött csapka volt rajta. Úgy mondd szóval, el, ahogy leírtad, ne habokoljál már. Hát de hadd legyen New már keretje. Nem. Nem, nem. Azt mondtam, hogy pont hogy imádom ezt a generációt, mert ők voltak azok, akik annyira szégyellem, elbaszták a rendszerváltást, így írtam, mert végignézték. Mert végignézték. Generációs gap, igen. Igen, de ez volt basszus, hát nem ez volt. Hát az volt, hogy én láttam a szüleimen, hogy jött a rendszerváltás, jó, addig bekajálták az összes addigi szar propagandát. Azok, akik bekajáltatták velük az összes szar propagandát, azt mondták, hogy máról holnapra mi leszünk az új tőkés osztály, meg piacgazdaság, és bekajálták ugyanazt a szar propagandát, és taposták egymást azért, hogy előtte 500-an dolgozták a gyárba, és utána 200-an fognak dolgozni, mert most már piacgazdaság van, és akkor ő legyen az a 200. És nem volt semmi szolidaritás, nem volt semmi. Mindenki küzdött azért, hogy az 500-ból a 200-ból benne lehessen, és taposták egymást. Aztán jött ugye a 90-től 94-ig tartó időszak, hát az nekem egy kicsit anarchisztikus volt, főleg az eleje, mint hogyha megszűnt volna a központi hatalom az első években. Mi lett ennek az eredménye? Ugyanez a generáció fogta is lelkesen visszaszavazta az MSZP-t, mert hát ha majd megint olyan lesz, mint oké, azt is megcsinálták, tök klassz. Hát eltek múltak az évek, megint nem lett jobb. Mi csinált ez a generáció? Benomták nekik ezt a 300 forintos vizitdíjas népi szavazást. Oda nyomták a izét, nem kell. Benyomták a Fideszt, megszavazták a Fideszt. És most mit csinál ez a generáció? Öregszik közbe, és azt csinálja, hogy bekajált az összes ostoba propagandát. Elhiszi, hogy Párizsban polgárháború van. Elhiszi, hogy a legfontosabb dolga a magyar társadalomnak az, hogy nem váltó műtétek lesznek az óvodában, amiről ugyan a fogalma nem volt fél éve, igazából most sincs, de tök mindegy, akármilyen ellenségképet elítesznek, a zabálya és gyűlöli. Tehát nekem ebből elegem lett, megmondom őszintén. Tehát, hogy azok az emberek döntenek most már a rendszerváltás óta rólunk, az országról, és nem jól, sokszor nem jól, akik ezt teszik, és azt hiszik, hogy jót cselekszenek, ez a legpusztítóbb az egészben. Hazamenj, oda ment a néni, pofán baszta Márki-Zay Pétert, hazament, és büszke volt magára, és megerősítést fog kapni. Igen, ezt jó, így kell csinálni. Összemosol egész generációkat. Én megértem, hogy a Sándor fúj rád, meg hogy mindenki.
Tehát, hát, hogy... Nem fújt mindenki. Hát biztos van, aki fúj, de... Én például nem fújok. Tehát én is csak ilyen eddig családi csak, körben. Csak megmondom őszintén, hogy ez mindig olyan, mint a hímes tojással bánni a nép. Hát oké, de a népet megvezették. A szegény népet a propaganda eteti. Ez történt a népe, az történt. A népnek soha nincs semmilyen felelőssége semmiben. A nép az mit? Ahol tartunk. Mi nyomogunk ezeken a témákon. Üzé megszivatta Putyin, üzé Orbán Viktor, diktatúra lesz, rakódik, mint a guanó. Jól megszívjuk, egyre erősebb lesz a diktatúra. Olyan fegyveres izé lesz, hogy beszarunk. De te nem a népről beszélsz. Soha nincs semmilyen felelőssége. De te nem a népről hát tehogy nem a népről beszélsz. Hanem a nép egy korosztályáról, mondjuk ezt teljesen, én sem értem, hogy pontosan miért erre gondolsz. Tehát ahogy a rendszerváltáskor mert azok, is, akik most nyugdíjasok, azok a rendszerváltáskor voltak azok, akik tehetetlenül végignézték azt, hogy megszivatja őket. Ugyanaz a banda, aki megszivatta őket a szocializmussal, a kommunizmussal. Tehát ezt az összes Orbán, generáció végignézte. 18-tól ugye a határa csillagos ég, vagy a biológiai előregedés. 16 évesen végignézni, érted egy ilyen politikai tékedést? Nem, 16 évesen nem nézte, illetve 16 évesen is nézhet, de nem nagyon tudtál mit csinálni. Én beléptem a Fideszbe. Megtettem, amit megkövetelt a haza. Jó. Szerintem ez a fajta ilyen, tehát értem én a hevületete mögött, meg értem, amit mondasz, de ez azért mégiscsak egy bizonyos áldozathibáztatás, mert azért jócskán kettőn meg többen áll itt a vásár. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy megvezetik a népet, és szegény nép mindig meg van vezetve, mert soha nincs az egész nép megvezetve, soha nincs mindenki, nem életkortól függ egyébként, hogy ki hogy van megvezetve. Nagyjából szerintem, hogy mondjam, frappáns volt az a fejlődési ív, amit leírtál, csak hát ebben mozgott az a generáció, akit te most itt a csintalan Sándorokat, szegényeket itt lefikázott, meg lekutyapicsázott, éppen csak azt nem mondott ki, hogy nyugger, de hát közben újabb generációk jöttek, és tudod mi a vicc? Hogy az újabb generációkkal, ők már idősek, már nem mennek el, nem foglalkoznak vele, fáj a derekuk, már kocsiba vannak, és úgy mennek pofán vágni a Márkizajt. Na de ha jöttek a fiatalabb generációk, jobb lett. Jobb. Egyre rosszabb, egyre jobban működnek egyébként azok a sajátos mechanizmusok, az új technológiák, amikkel ezt az egészet be lehet fogni. Nem tudjuk, Péter. Hát ezt látjuk, nem tudjuk. Hát ne hülyéskedj. De ezt nem tudjuk. Amikor arról beszélünk, mert hogy hány igazság van, akkor többek között arról is beszélünk, hogy hány igazság technológia van, hány igazság gyár van. A 90-es években is már sok volt, össze-vissza minden marhaságot mondtak. Én megmondom őszintén, nem nagyon bíztam, nagyon utáltam a Kádárékat, de nem nagyon hittem, hogy ezek majd jobbak lesznek, mert a kapitalizmus se tetszett. Én az a f***alap voltam, aki mindig meghallgatta a Magyar Rádiót, aztán meghallgatta a Szabad Európát, és amit az egyik tagadott, azt elfogadtam igennek, és ebből próbáltam valamit kombinálni magamnak. Az a vicc, hogy a történelem engem igazolt, mert magukról mindig hazudtak, az ellenségükről meg többnyire igazat mondtak. Ez talán most is működik. De ezek a technológiák most már nagyon kifinomultak. És nem igaz. Nekem nem mond, hogy amit a TikTok nemzedék, vagy a Facebook nemzedék, tudom, az már a boomer, az én vagyok, mert meg a Twitter nemzedék, az majd segíteni fog, mert ezek már frissek és fiatalok, ez már nem a nép, mert már lassan elmennek az öregek, lassan a halálozási rovatba távoznak azok, akik ugye ezt a rendszert fenntartják, és akkor majd minden jó lesz. De én nem mondok, mert fogalmam nincs most a jövőben, nem tudok bele tudok nézni a jövőben, nem látok semmit. Én annyit látok, hogy amit látok, ami történt, hát, ami történt velünk, basszus. Én ennyit látok. Mondasz. Ó, hát igen. Igen, jó, hát minden általánosítás sántít, ugye? Ez is egy általánosítás? Ez is, igen, így van. Nem mondta Pista, se gondolom, hogy ez nem általánosítás. Az, de nem mindig azt csináljuk, hogy tényleg, mint a hímes tojás? A nép. Hogy nem merjük kimondani azt, hogy hát azért... Lehet, hogy van felelősség a választópolgárnak is. De van felelősség, de ki mondjuk, nem mondjuk ki, mert mi lesz ebből, az, hogy jó, megkapjuk a pofánkba, hogy jó, utálta a magyar népet, meg ízni, meg lenézte. Jaj, de most tényleg olyan vagy, mint a Brecht versben a párt, amikor a párt azt írja, hogy nagyon csalódott a népben, mert 53-ban felkeltek a berlini munkások, és akkor a Brecht megírta, hogy akkor talán a pártnak tessék feloszlatni a népet, és újat választani magának. Ez a nép, mi vagyunk a nép, mi basszuk el. Azért kell beszélni róla. És közben azért ugye a nép úgymond egyének sora, és mondjuk úgy népként kezelni, ahogy például a Fidesz kezeli népként, és egzisztenciális szorongatásokat tesz rá, akkor egyből bejönnek ezek a mechanizmusok, hogy igen, akkor felkötöm a narancsárga nyakkendőmet a tárgyalásnál, igen, akkor megteszem azokat a gesztusokat, hogy rászavazok, rányilatkozok, nem is teszek megjegyzéseket, és így válik egy újabb néppé, és akkor ez újabb generációs probléma. Nekem egy csomó olyan ismerősöm van, aki nem meri mondani a véleményét, üzleteket köt, belemegy ezekbe, és odáig meg vissza van, hogy kap lehetőséget NER közeli, vagy NER-es cégeknél. Mást gondol, de kifelé ezt mondja, és így válik úgymond a nép
részévé. Ez a mi felelősségünk, ez az egyén felelőssége, és mégis a legtöbben belelépnek, és akár a, jó, én közelről csak a kultúrában látom, hogy hogy válik az úgymond nyáj nép részévé az értelmiség is, és egyre inkább, egyre kevesebb felháborodással. És itt akkor ki a felelős? Az, aki elvállal dolgokat azért, hogy tudja etetni a gyerekét, vagy egyáltalán... Ezeket az egyéni problémákat mindig is megértettem, és magam is átéltem ilyeneket, és ezt abszolút. Nem, ha azt mondod, is, hogy ő is azért nem mert, mert. Tök minden. És mindenkinek azt fog mondani, igen. De ilyen minden generációban lesz, akkor minden generáció szemét szar. Oké, csak látjuk azt, hogy vannak társadalmak, ahol azért mégiscsak összeáll a társadalom egy-egy ügy mentén. Itt volt ez a pedagógus sztrájk például. Tehát gyönyörű volt azt nézni, hogy 20 000 pedagógus sztrájkolt, a többségük ugye nem, és hogy reagált erre a társadalom. Tehát azért nem láttuk azt, hogy tömegek nem vitték be a gyerekeket, meg álltak ki mellettük. De utána született másnap egy közvélemény kutatás, és 70% azt mondta, hogy egyetért a sztrájkkal. Wow. Nem is tudtak róla, egy csomó az el se jutott a dolog, mert hogy a média is hogy olyan betegen működik. Jutott volna el? Hát hogy a fenében jutott volna el? Mindenkinek van hülyeség volt. Sokaknak van gyereke. Ez egy ilyen spirális csapda, amiről beszélsz. Tehát így, nem akarjuk azt látni, hogy a magyar társadalom elkezd valamilyen társadalmi jeleket mutatni? Amikor mi ülünk, mi vagyunk úgymond, vagy mi is vagyunk úgymond ilyen, nem is tudom, politizáló értelmiségiek, vagy mi a francok vagyunk, a fene se tudja, nem is akarom tudni. De hogy így... És akkor azt mondjuk, hogy hát ez a nép, ez milyen már, mert hogy mit tudom, ilyen egymondatos szlogenek, ezek hatnak a népre, ezek mondják el nekik, és akkor elkezdik úgy kezelni az egész történetet, és elkezdünk azon filózni, hogy mi is hogy beszélhetnénk egymondatos szlogenekbe. Részben az ellenzék belement ebbe egyébként, az ellenzék is azt mondta, hogy most már egymondatos szlogenekkel üzene, ezt értik az emberek, csak lehet, hogy azért kapják ezt az emberek, mert azt értik, lehet, hogy azért értik ezt, mert ezt kapják, és mi is tényleg azon kezdünk el vitatkozni, hogy akkor a Marine Le Pen az mond-e valamit a néninek a faluba. Hát persze, hogy nem, mi a francér mondana. Egyébként ez egy normális társadalom, jegyzem meg, hol Marine Le Pen bár nem mond semmit, mert nincs jelentősége. Csak itt nálunk most per pillanat van jelentősége, de az arra fog hatni, hogy a néni hogy él a faluban. És ez nem igaz. Tehát ez a fajta szeparáció, amikor kimondom azt, hogy a nép úgy gáza, hogy van, vagy hogy a nép tehet róla, meg mit tudom én, akkor magamat kiveszem belőle. Te se többes szám első személybe gondolkodol ilyen szempontból, hanem azt mondod, hogy a nép. Mert meg vagy győződve róla, és ebben igazad van, hogy te, amit tudsz, megteszel. És baromi sokan teszik meg azt, amit tudnak, csak nem feltétlenül azt teszik, amit mi akarunk látni. Mindeközben úgy általában azok, akiket népnek hívunk, a magyar társadalomban... De kit hívunk a Sanyi, népnek? Igen, nehéz, Sanyi, de akarom mondani, hogy tehát a magyar társadalomban, vagy a Magyarországon 74%-a él az európai szegénységi minimum alatt, és 2 millió ember pedig az európai létminimum alatt él. És mit mond erre a kormány sajtó, meg mit mond erre a propaganda? Hogy a magyar egy furfangos nép. Mi magyarok olyanok vagyunk, a jéghátán is megélünk. De, és ugye, már is siker. De erre én azt mondom, hogy logikusan ebből azt gondolná az ember, hogy ezt a politikai rendszert elsöpri a népharag. Mert hogy ez nem jó, és sokkal, de sokkal rosszabb, mint 12 évvel ezelőtt volt. És akkor még nem mondtam azt, hogy mert arról nem tud a nép, hogy emelkedett az államadósságunk, hogy az államháztartási hiány brutális. Ezeket nem mondom, mert azt se tudják, mi az. Én se. Én egy keresztnevet se tudok megjegyezni. De hogy ugye azt gondolná az ember, hogy ezek után, mert akkor 26%-nak jó, ugye? Hogyha 74% az európai szegénységi küszöb alatt ér, akkor 26%-nak, vagy a 26% egy részének úgy viszonylag normális, a többinek jó. És ez a 26% akkor tartja ezt a rendszer 12 éve? Valószínűleg igen, és azt gondolom, és ebben 100%-ig igazam van. Trükkökkel, sima trükkökkel. Hanem soha nem a szegények, és soha nem a plebs indította el a változásokat. A változásoknak felülről kell indulni, és ez a hatalom ezt csodálatosan csinálta, hogy megvette a művészeket, megvette a gondolkodókat. Az oroszok tudnak erről, amit mondtál, Orsi? Szerintem igen. Erről minden ember tud. Aki... Az Auroránál tudtak erről, hogy... De nem, ez nem... nem én, tehát, hogy szerintem igen. És azt gondolom, hogy tényleg felülről indul el a változás, a gondolkodóktól, az irányítóktól, és pont az a réteg megvan, hopp.
és akkor innentől nincs semmi maga, az úgymond Isten adta nép nem fog semmit se csinálni, nem fog magától megindulni legfőjebb, de és akkor is kellenek az irányítók, vagy kell. Az egyszerű ember tényleg azt akarja, amit a káromkodó néni, hogy legyen a kutyájának, neki magának farhátleves, vagy nem tudom, én nem tudok főzni, de hogy legyen valami az asztalon, és valahogy elevickéljen az életben. A többi nem nagyon érdekli. Sokunkat nagyon egyszerűként kezelnek, és akkor egyszerűként is fogunk működni. De abban tökéletesen egyetértek, hogy azok, amik elsöpörnek egy rendszert, azok a lázadások és azok a forradalmak, azok valahol elkezdenek már érlelődni korábban, hogy mondjam, azokban a fejekben, akik ezzel foglalkoznak, mert az egyszerű ember, úgymond, a proletár, a paraszt, az nem fog ezzel foglalkozni, mert túl kell élnie. És egy hatalom akkor jár el ügyesen, nem jól, végtelenül amorálisan, aljasul és szemét módon, de ügyesen, hogyha igen, valóban ezt visszafogja, ezt a fajta gondolkodást, ezt semmisíti meg, teszi nevetségessé, folytja bele egyébként a millió információ érdektelen fehér zajába, és ugyanakkor megpróbálja elérni azt, hogy ne éljenek szarul az emberek, mert hogyha konstans a szarul élés, vagy picit egyre szarabbul élnek, akkor ez működik. Akkor van gond, és amikor beindul a földcsúszamlás, és soha nem tudjuk, hogy mikor van. Amikor hirtelen nagyot zuhan minden, az életszínvonal, iszonyatosan föltörnek az árak, lehet, hogy egy ilyen korszakot élünk egyébként, olyan dolgok történnek, amit nem tudnak kontroll alatt tartani, és akkor elindul, akkor robbannak ki a lázadások. Akkor se leglentről, mert a muníciót, azt a szellemi muníciót, azt valahol keresik. Az a gond, hogy ilyenkor általában szar dolgokra találnak rá azok, akik lázadnak. És rátalálnak a fasisztákra, rátalálnak a sztálinistákra, rátalálnak valami borzalmas dologra, ami lehet, hogy még rosszabb, mint a régi volt. És persze akasztanak, meg giotinoznak egy darabig, és az tök nagy eufória, el lehet adni, győztünk, hurrá, hurrá, aztán ott ül a nyakukban egy sokkal szarabb úr, vagy egy ugyanolyan úr, vagy esetleg egy picit jobb, mint addig. És ez a fajta ilyen, nem is tudom, ilyen népszínmű, ez végtelenül előadható, úgy tűnik, végtelen ideig. Nem az lenne a cél, hogy ezt meghaladjuk, legalább egy picit időnként? Nem, de mindig hát ez a cél, jó, csak ez egy állandó cél. Mindig ez a cél egyfelől, és időről időre visszatérnek eszközök, módszerek, amik ősidők óta érvényesek, hogy egy kicsit provokatív legyek. Hát itt van ez az egész história, ami engem nagyon zavar különben, ez a pandémiával. Ráadásul azzal a kultúrkörrel, amivel mi Magyarországon, mondjuk például az oltásokkal kapcsolatban vagyunk. Mérhetetlen immorális dolognak tartom. Nem véletlenül van ugye elfelejtették már azt a szót, szinte el is felejtettük, hogy a felelős kormány. Tehát én azt gondolom, hogy annak van oka, hogy kisebb-nagyobb közösségek egyfajta rendben, hierarchikus rendben is akár struktúráltan ugyan szerveződnek, és a vége mondjuk egy ország esetében a kormány. Most ez a kormány, a cinizmus, a felelőtlenség, az elkölcstelenség csimboraszója szerintem ebben az ügyben. És akkor még nem beszélek arról, hogy 2010-ben felszámolták a magyar járványügyet, és mondjuk ez sem nagyon érdekli az embereket. De mondjuk például, hogy tényleg társadalmakat meg lehet vezetni, ahol ennek másfajta hagyománya van, attól most tekintsünk el. De mondjuk ebben az országban tényleg a szabadságharcát, a személyes szabadságharcát egy csomó ember abból építi, hogy tudatlan és annyira nem felelős, mert ez a nép felelőssége, hogy általa megválasztott felelős kormányra rábízza, és a felelős kormánynak meg volna annyi bátorság, hogy azt mondja, hogy kötelező az oltás. Én nem nyúlok bele mi az Isten haragjába, a konnektorba, se nem vagyok villanyszerelő. Amúgy járok egészségügyi ellátásba, elmegyek a patikába, veszek gyógyszereket, a gyógyszerek mellé oda vannak írva a mellékhatások, és a többi. A tudomány, amelyik most megküzd ezzel a dologgal, azonos időben a válsággal, nyilvánvalóan más helyzetben van. A kormánynak, meg amelyik egy közösség egészségügyéért is felelős, azzal tudja szédíteni a népet, hogy nem csinál semmit, és hagyja az embereket meghalni. Ebben a helyzetben semmi más dolgunk nincsen, csak egy dolgunk lehet, hogy el kell mondanunk az általunk vélt igazságot, és nem annak fényében, hogy van-e értelme, és lesz-e politikai eredménye,
hanem azért, mert az az igazság, ez pont. És ezt meg kell tenni. A kocsmába is. Most már kísérletet sem teszek rá, hogy azokat a pontokat betartsam, amiket itt fölírtak, hogy szerkesztő úr, hogy ezekről beszélgessünk. Tehát a következőkről nem fogunk. Vagyonnyilatkozatok, aztán a Labrisról. Orbán Viktor nem vitázik, aztán roma vezetők megint csodálatosan viselkedtek, és hát hát itt úgy van írva, amit én nem fogok kimondani, elszúrt járványkezelésről viszont most a Sanyi értekezett. Igen, olyan vicces. Tehát, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem tanulunk a történelemből, meg senki nem tanul semmiből, de a szerkesztők se tanulnak. Mindig átküldenek egy csomó témát, és egy-kettőre van. Hát azért van, amikor be lehet azt tartani, Orsi. Érdekes, hogy az extrákban nem is tudjuk általában betartani. Igen, itt mindenki megrészegül attól, hogy közönség előtt szerepel. Igen. Úgyhogy térjünk át szerintem arra a részre, ami viszont önök úgy gondolják, hogy bár szerintem ez egy érdekes beszélgetés volt, tehát ahogy itt most egymásnak estünk azzal kapcsolatosan, hogy kifelelős a rendszerváltás óta nem történt nagy semmiért. Egyébként Orbán Viktornak megmondta, amikor először volt a kormányon a Fidesz után, azt mondta, hogy ezeknek kádár kell. És be is tartja. Igazából neki kellett kádár, csak neki. Ő maga. De be is tartja. Cinikusnak tűnik, végtelenül cinikusnak, de ha azt mondjuk, hogy akkor ugye szerintem az egy viszonylag normális kormányzás volt, és utána ugye őt simán elküldték a balfenékre, és erre mondta akkor azt, igen, hát ha nektek ez kell, akkor szarok rátok. Akkor ezeknek kádár kell. Mi tehetünk Orbán Viktorról? Ennek szellemében vissza is tért, és azóta ezt be is tartja. Egyébként én gyerekként az volt az álmom, vagy nekem gyerekként az volt az álmom, hogy én leszek majd az elnöki tanács elnöke. De hát a rendszerváltás ezt elsöpört. Figyelj, fiatal vagy még. Hogy hívták? Losoncipál. Losoncipál. Jaj, van egy zseniális sztorim, az egyik legjobb barátomat is így hívták. És ugyanott volt katona, lehet, ahol én. Losoncipálnak hívták. De ugye az akkori rendszerre, hát a fiatalabbak nem tudják, az idősebbek igen. Hogy az akkori katonai végképp nem volt jellemző, hogy egy pacekba rákérdezzenek, hogy Losonci úr, ön az a Losonci család, vagy nem az a Losonci család. Ez így sose hangzott el, csak mindig olyan nagyon, hát ővele kivételeztek. És amikor jött az eskü napja, akkor behívták a ügyeletes tiszti irodába, ahol csupa ilyen pizsamás magasrangú. A pizsamának a magasrangú tiszteknek volt itt ilyen passzomány a tábornoki rangtól fölfelé. Behívták, és azt kérdezték tőle, hogy Losonci úr, várhatunk-e látogatást az eskütéterre? Mármint és erre a Losonci elvtárs. Losonci elvtárs, persze, igazad van. Persze, Losonci honvéd. Losonci honvéd, Losonci honvéd elvtárs. Várhatunk-e látogatást? És erre a Loso annyit mondott, hogy telefonálhatok egyet? Mondta a laktanya parancsnok, hogy természetesen parancsoljon. Befáradt a belső szobába, becsukta az ajtót, ilyen párnázott ajtók voltak, föltette a lábát az asztalra, és fölhívta az anyját. Beszélgettek egy negyed órát, majd kiment, és azt mondta, még nem tudom. Viszont úgy kibaszott a többiekkel, mert ott a tényleg zöldre kellett festeni a füvet, úgyhogy dolgozott az egész laktanya 3 napig, Na most azt hittük, hogy ezt a rendszert már elfelejtettük, de nem annyira biztos ez. Orbán Viktor megmondta, hogy visszajönnek. Vissza is jöttek. Úgyhogy kedves mindnyájunk, ha... Mi a feladat, Sanyi? Mondd már hát meg. Hát az a feladat, hogy kérdezzenek. Hát de csak várja, elmondtam várja, egy izét, hogy én köszönni, nem sztorizhatom. De az külön, a izénk, az külön van. Mi? Az Isten áldja meg. Ez úgy megy ez a műsor, hogy amikor felveszik... Igen. Annak vége van, igen, majd utána van az, amikor kérdezünk, felelünk, mert hogy például a közönség ezért fizet. Azt, amit ők kérdeznek, azt nem látják majd az interneten. Nem tudom, nem vetted észre? Jó, nem. Még sosem néztem meg, de akkor most ne vezettél már műsor. Akkor most az történik, hogy elbúcsúzom, önök megtapsolnak minket, és utána kérdezünk, jó? Köszönjük szépen!